Közös megegyezéssel már nem az eddigi vezetőedző Andrija Čirić irányítja PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapatát a szezon hátralévő részében. Čirić helyére egy tapasztalt horvát edző Dražen Brajković érkezett. Brajković majd 3 évtizedes edzői pályafutása során számos élvonalbeli horvát klubcsapatot vezetett már. Bajnoki bronzérem a legjobb eredménye férfi vonalon, a nőknél pedig az Euroligában is dolgozott, valamint horvát bajnok is lett. Nem csak hazájában fordult meg, hiszen a Dinamo Tbilisivel volt korábban grúz bajnok és kupagyőztes, még a Košicét irányítva a szlovák kupát is elhódította. Klubkarrierje közben több korosztályban is vezette a horvát válogatottakat, 2004-től pedig egy éven át a horvát felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott. Brajković az utóbbi pár évben nem vállalt vezetőedzői munkát, az NBA-re készülő fiatal horvát játékosok egyéni felkészítésére fókuszált. It is a very difficult situation. Hiszek a csapatomban, minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Nem tudom, hogy mi lehetett a probléma, de szerintem jó játékosokból áll össze a csapat, akik képesek elérni a kitűzött céljukat a szezon hátralévő részében. Én bízok bennük és magamban is, szeretnénk eredményesek lenni együtt. A vezetőség bízik abban, hogy a tréner segítségére lesz a csapatnak, és közösen kiharcolhatják a bentmaradást az A csoportban. Ez egy rendkívül nehéz időszak a csapatnak, a klubnak és nekem is. De én teljes mértékben megbízom a csapatomban, emellett hiszek az elvégzett munkában és magamban is. Itt Pécsen sokan szeretik a kosárlabdát, ezért is remélem, hogy újra magasabb szintet tudjuk emelni a csapatot.